A Porcsalmi Lajos sporttelepről jelentkezünk a második félidővel, köszöntöm a folytatásban is a kedves nézőket. Kisújszállás Karcag 1-0, 45 percnyi játék után. Nem mi vagyunk jók, nincs meg az az elszántság, ami azért elvárható lenne egy ilyen kunsági rangadón. Ennek ellenére a kisújszállásiak az utolsó szálaszába kapaszkodva a bemaradásért vívott küzdelemben úgy játszanak, ahogy kell, sok helyzetet kidolgozva, sokat kapura lőve, elveszett labdát nem ismerve, egy pesti góllal meg is tudták szerezni a vezetést a Karcag ellen. Mindenki megérkezett, aki számít és aki kell ahhoz, hogy a második félidő elstartoljon. A kisújszállásiak fognak majd közepet kezdeni, hogyha kis Attila megadja a jelet rá. Egy erdei lövést tudunk följegyezni. Az első fél időből mást nem, láng akkor a helyén volt. Remélhetőleg Orosz István kicsit összekapta az övéit a szünetben, ahogy azt egy hete Jászfényszaru ellen is. Akkor két gólos hátrányból jöttünk vissza. Ma elég lenne egyet is ledolgozni. Pesti. Balogh szépen szereli. Pádár magas labdáját ért pedig német. A két német küzdött meg egymással, német Mihály nyert. Megvan még a vonal előtt, Erdei. Pedig nem szoktunk rosszul játszani kisújszálláson. Az utolsó három meccsünkből itt 2-1-1-re végződött, egyszer pedig 4-0-ra nyertünk. Otthon, mármint Karcagon sokkal nagyobb az előny, 6-1-7-1 és 3-2 az elmúlt három mérkőzés állása, illetve végeredménye. Két csapat egymás elleni múltja, mindenképp a karcagi kékek felé billenti el a mérleg nyelvét. És hát minden a bajnokságban elfoglalt helyezés is. Egyedül talán a célok és a motiváció az, ami ezt itt ma a kisújszállásiak oldalára, illetve javára döntheti el. Elszántságban nincs hiány a fehéreknél. Kelemen. Német. Szépen lép bele a passzába, szívós, és már menne, megcsinál egy cselcőke. Az indítása azonban nem jó, szerencsével szívós elé kerül. Hosszú keresztlabda, lehet, hogy befuthatatlan? Nem. Megmenti még Erdei, aztán ő is középre. Pintér Pelecs húztat. Pádár pedig, ahogy kell, úgy oldja meg. Kis újjak dobhatnak. Kis. Orosz szereli. Ott is maradt előtte a labda, de aztán ő is elismeri, hogy bizony megrúgta Kis Attilát. Névrokonok a játékvezetővel. Pesti. Tovább hámozza. Az meg már, mint hogyha kiment volna. Azt mutatja a játékvezető, hogy mehet tovább. Hát ebből kellemetlen lett volna gólt kapni. Német. Ez gyengécske kísérlet. Kis Jan el se gurul a kapuig.
Erdei. Hamar. Jön azonban Láng is a kapuból. Ászfényszerú ellen Bukovszki szépített fejesből. Szívós Gergő büntetőből egyenlített a hajrában. Most az első gólunkkal már egyenlíteni lehetne, ha nem kapunk mellé. Pesti. Kovács nem tudta lekezelni. Kocsis készül bedobáshoz. Németet választja. Ezért Kovács Csaba kiesése a védelem tengelyéből. Kunhegyesen sérült meg. Ez bizony nagyon érzékeny veszteség. Hamar, nagy versenyfutás. Megelőzi őt Kozák, ráadásul hamar még szabálytalankodott is. Vissza kéne zárni. Kozák csapatkapitány, saját nevelésű játékos, mindössze 22 esztendős, 26. alkalommal játszik a bajnokságban. Ebben is egyezik a két csapat, rendkívül fiatalok vezetik. Azért Szívós Gergő sem az a nagy öreg. Német Tamás ott hagyja, Pádán Nándor dob, Pesti pedig jól szakad el a védőktől. Pádár megcsinál egy cselt, megcsinál még egyet, és aztán becsúszva megtartja Hudunak a labdát. Aki pattanó, ismét nem a miénk. Német, Pesti. Németet kis hián megelőzik. Orosz vágja vissza mezőnybe, és aztán megint ő, megint a fehérekhez. Kocsis, vicces jelenet, elnézést kell kérjen Agócstól. Ez kicsit bentebb megy, bizony bődületes öngól. Megfagyott a vér a karcagiakban egy pillanatra. De a kisújszállási nézősereg is elcsendesült. Szöglet. 51. perc. A rövidről Varga fejeli ki. Reméljük ezt a hátra levő szűk 40 percet kibírja a kommentátori állás is alattunk. Igencsak bideri a faszerkezet. A régi idők karcagi állását juttatja emlékünkbe. Hamar! Hazaiak jöhetnek bedobással. Inkább a mi térfelünkön a játék. Német Eriket pedig odahívja maga az a játékvezető és leküldi. Levette a sípcsontvédőt a szünetben. A játékvezető pedig kiszúrta. Most kell visszategye. Hát azért lehet, hogy kényelmetlen, lehet, hogy kellemetlen benne játszani. De mégiscsak
játékos érdekét szolgálja, hogy ott legyen. Kelemen beszurul a talpa alá, így is tovább tud menni vele. Pesti. Szőke majdnem odarúgja a fehérek elé. Kovács. Mehet tovább Pádár, most porítja föl Kupai. Kis újszállási szabadrugás lesz. Kis Attila nem akarja észrevenni Németh Eriket, aki beállásra kész. Pedig már Kormos Barnabás is jóvá hagyta a sípcsontvédőt rajta. Ezzel bünteti most a fiatal játékost. Pesti. Át a hosszúra, Kovács előtt nagy helyzet. A gócsület kirúgása, hát elkerülte most ezt a labda a kaput, nem sokon múlott, most pedig visszajöhet Németh. Pintér László kap egy sárgalapot szövegelésért, azt nehezményező, hogy miért nem jöhetett korábban Németh. Azért tegyük hozzá, igaza van. Megkapja a negyedik lapját a bajnokságban Pintér. Egy gólja van. Még ősszel Újszász ellen köszönt be a 32 esztendős hátvéd. 2014 novembere óta van itt Kisújszálláson. A Szolnoki MÁV-tól érkezett. Azért masszív NB-s rutinnal bír. Nem rúgott kis gólt ma Pesti. Közel sem volt akkora, mint a szezon gólja, amit Ábel szerzett itt a kisújszállási pályán. 4-4-et játszott kisújszállás János Hidával, úgyhogy az első fél időben alakult ki a végeredmény. Mind a 8 gól 45 perc alatt született. Ábel pedig középkezdésből volt eredményes a félpályáról. Azt nyilatkozta a találkozó után a játékvezető, hogy köszönni, hogy ő vezethette azt a meccset, és láthatta ezt a gólt élőben. Hát sajnos csak azok látták, akik itt voltak. Kis! Megcsinál egy cselt, Kis Attila, most át a hosszúra. Magas volt Pestinek. Így vissza tudnak zárni a karcagiak. Németh! Fölpattant a labda. Így is azonban jó helyre tudja megjátszani Pádár. Pesti eleresztette a balost. A gólján kívül nem talált kaput, akkor viszont nagyon eltalálta. Kis. Nagyot ordított Kupai, kinevetik őt. Utána rugott egy kicsit Kis, de nem volt ennyire durva a helyzet. Orosz István végzi majd el a szabadrugást. Hamar! Jó csel a középpályán. Aztán fönnakad, nincsen szabálytalanság. Most mutat egy előny szabályt a játékvezető. Ami jó a kényszerítő. Erdei aztán megborítja Kovácsot. Most is mehet tovább, nem tördeli szét Kis Attila a játékot. Agócs egyből. Ezt nem fogjuk bent tartani. Lassan a második fél időből is eltelik negyed óra. Kisújjon a helyzet változatlan, továbbra is 1-0-ra vezet a hazai csapat.
Pesti 38. percben szerzett találatával. Talán ők sem gondolták volna egy hónapja, hogy ilyen közel lesznek a bennmaradáshoz. Tavasszal egyetlen kiesési rangadóját sem nyerte meg a kisújszállás. Kunhegyessel itt 0-0-át játszottak. Jászfényszarun szintén döntetleneztek, Kunszentmártonban pedig kikaptak 3-2-re. Igaz, ősszel 3-ból 2-t megnyertek. Varga és Pintér nyargalnak a labda után. Varga aztán meglövi, nem akarta dajkálgatni. Érezte ő is, hogy az a sprint lehet, hogy elveszi már azt az erőt, hogy begyalogoljon vele. Legalább följegyezhetünk egy újabb karcagi helyzetet. Hosszú kirúgás Pintértől, és át is pattog a védők feje fölött. Agócs rá tud vetődni. Pádár. Orosz szépen becsúszva. Hamar sem helyezkedett most jól. Orosz mester azért hátulról ingerülten szól néha oda a játékosainak. Hiányolja is az elszántságot. Német. Pesti kapja. Tovább tudja tenni Német azonban. Ez most nagyon fontos mentés volt. Még mindig ott van. Agócsnak jönni kell. És megmenti a szöglet elől. Veszélyesebben játszik a kis új. Jobban benne van a levegőben a 2-0, mint az 1-1. Kocsis. Varga. Senki nem segít neki. Most Balog. Szép összjáték. Kocsis. Megcsinál egy cselt, elkaszálják. Mert azonban tovább, nincs 11-es. Alig, ha nem volt benne labda is, és baba is. Onnan pedig akár már első szándékból is lőni lehetett volna. Önfeláldozó becsúszás. És hát azért bátor is ott a 16-oson belül így érkezni. Jól oldották meg. Kocsisnak is van pedig már egy gólja, nem kellene, hogy megijedjen a kapu előtt. Még ősszel Törökszent Miklós ellen, amikor 3-1-re nyertünk, akkor talált be. Úgy fest, hogy a Tiszafüred Törökszent Miklós kettősből kerül majd ki a megyei első osztály bajnoka. Egyik csapattól sem kaptunk ki idén. Jó a csel, Hudu még mindig teszi. Kis. Állásik lehet, hogy szabad rugást kap. Így viszont szerveződhet tovább a támadás. Hamar, állva várta. Lánk pedig jól oldja meg. Kelemen.
Láng egyébként azóta 4-4-es János Ida elleni meccs óta van újra a kapuban, amit már említettem. Belukács a félpályás gól óta nem kapott lehetőséget. Pádár fönnak a doroszon, nincs 11-es, tiszta labda volt. Balog. Hamar nem indul. Így nehéz lesz egyenlíteni. Pintér. Pesti. A jobb hátvéd helyén már nagyon gól közelben. Orosz és német harca. Német most lőhet. 2-0-ra vezet Kisújszállás. És az a német Erika gólszerző, aki ősszel még Karcagon játszott. 2-0. Lehet, hogy eldőlt a mérkőzés. A 65. percben ott a második. Orosz István egy maga kevés volt hátul. Róla kétszer még jó irányba pattant ki a labda. Német azonban valahogy tovább tudta sodorni, és utána úgy küldte be a jobb alsóba, ahogy kellett. Ez az első találata a bajnokságban a fiatal játékosnak. Jobbkor nem is lőhette volna. Hiába a nehéz sorsolás. Erőteljesen menekül a Kisújszállás. Talán a Kunszent Mártonnak van a legkönnyebb sorsolása az utolsó hármasból. Ők ugyanis János Idával és Újszásszal meccselnek az utolsó két fordulóban. Kunhegyes a két tavaszi első ellen, a jássági csapatok ellen, Jászfényszarú, mint Jászárok Szállás. Varga László csapatának a sorsa lehet, hogy megvan pecsételődve. A Kisújszállás viszont annak ellenére, hogy sokáig nem jöttek a pontok tavasszal, úgy néz ki, hogy az utolsó egy hónapban kivívhatja a bennmaradást. Hát ha egy szezonon belül kiesnek Kunhegyes és Kisújszállás is, akkor bizony legalább egy évig vérbeli kunsági rangadó nélkül maradnának a Karcag TV nézői. Jó lenne, hogyha a Kisúj megmenekülne. Ha nincs az az egy büntetőpont, akkor már bennmaradó helyen állnának. A labdarúgó szövetség azonban így szankcionálta a hiányos utánpótlás szereplést. Fegyelmezett, masszív jó játék, amit látunk a hazaiaktól. És amivel mindenképp a karcagiak fölé nőnek, az az eltökéltség. Pádár! Le akarta szedni Szívós Gergőről a nadrágot. Aztán meg elsarkalja. A fiatalos hív most kijött 12-es játékoson. Ott egy olyan momentum, amiből akár bunyó is lehetett volna. Aztán mindkettőjüknek több esze volt annál. Újabb szóbeli figyelmeztetés. De Orosz István legalább szabadrugást végezhet el. Elmegy mindenki előtt. Német pedig szaporázza. 4-2-ben jöhetnek most a Kisújak. Jó a passz. Kis bent tartja. Mennek a cselek. Pesti. Lelopja a lábáról Kupai.
Az első kis új váltás. Mi lesz a Bolcs lép majd pályára? Kovács Máté jön le. Mila is fiatal, 23 éves. Ötödik alkalommal jön be csereként, 13-szor kezdett a bajnokságban. Egy hadsárgás játékosról van szó. Oda kell azért rá is figyelni. Agócs kicsiben németnek. Tovább folytatódhat a rossz sorozat a karcagi csapatnak. És azért úgy neki menni az utolsó fordulónak, hogy az utolsó 6 mérkőzésből csak egyet nyertünk meg, azért az nem túlságosan szívderítő. Még akkor is, hogyha csak 2 vereség van benne. De a győzelmek nem jönnek. Most a bedobás nem tetszett Kis Attilának. Találkoztunk már gördülékenyebb játékvezetéssel a szezonban. Fogunk is. Mi is cserélünk. Szőke Norbert jön. Visszatérése óta második alkalommal is csereként Orosz István helyére. Orosz nagy tapsot kap a lelátóról. Ő is megtapsolja a közönséget. Nem rajta múlott. Német. Erdei egy kicsit tolt rajta, azért ez nem volt nagyon erős szabálytalanság. Az, hogy ennek ellenére sárga lapot is reklamálnak. Egy jó 30 méterről jön majd a szabadrugás. Kelemen a labda mögött. Nem volt rossz, fölpördül. A Gócs hárít. 13 meccsből csak 2 nyert meg tavasszal a kis újszállás, azért ez is sokat mondó. Szajol és Turkeve ellen. Most lehet meg a harmadik. És talán a legfontosabb. Zsinórban 7. szezonja vannak a Megye 1-ben. Előtte pár évig Megye 2-ben regnáltak. És azért már megszoktuk az ő jelenlétüket a legmagasabb megyei osztályban. És hát azért hiába a rivalizálás a két csapat között, azért megvan a kellő tisztelt és sportbarátság. Azért azt kívánjuk a kisújszállásnak, hogy ne essenek ki, és láthassunk jövőre is még ilyen rangadókat. Ennél azért elszántabb karcagi csapattal. Szőke, cselez, aztán most lő, Német Eriket rúgja fenékbe. Kocsis, a második gólot egy picit visszább vett a hazai együttes. Átadják a terület a karcagnak, így lehet aztán majd szép kis kontrákat vezetni.
Sokan jöttek Karcagról. Sokan lehet, hogy megbánták. Régen láttak már olyat, hogy a kisújszállás megverje a Karcagot. Ez most jó indítás. Érkezik azonban Láng. Hiába az évek. Még mindig nagyon fontos láncszeme tud lenni a kisújszállásnak. Nyugalmat sugároz onnan hátulról. Stabilitást ad a csapatnak. Német. Jó labda. Szőke tol egyet kisen. Kim volt az evező is. Nincs azonban 11-es. A tavalyi nagy tavaszi szereplés után arról beszélgettünk Pintér Lászlóval akkor, hogy vajon lehet-e azt a jó tavaszt majd állandósítani erre az egész szezonra, mert akkor bizony nagyon szép sikereket érhetett volna el a kisújszállás. Hát aztán maga a csapat bizonyította, hogy nem lehet. Pedig pont az idei futballidényben láttunk erre egy nagy példát Angliában, ahol a Leicester City egy parádés tavasz után, amit az előző bajnokságban produkált, abból a lendületből idén meg is nyerte a Premier League-et. Senki sem gondolta volna, ők mégis bemutatták, hogy a lehetetlen nem létezik. Hát hasonló lett volna, hogyha a kisújszállás is abból a lendületből tovább megy. 8 meccset vívtak meg veretlenül zsinórban. Aztán összejöttek a problémák. Kocsis. Szívós. Pádár belfejel, Kelemen pedig bent tartja. Egy éve Karcagon is tréningezett, mielőtt kisúszállásra érkezett. Hát lehet, hogy mi sem jártunk volna vele rosszul. Pesti! Kis! Megcsinál egy cselt, most a lövés! Elakad a gócsban. Két esetben nem tudott mit tenni a Góth Zoltán, de egyébként magasan csapatunk legjobbja. A gyenge napot fog ki, a könnyen akár 4-5 gól is lehetne közte. Szívós! Láng is véd! Végre mi is megdolgoztatjuk a portást. Erdei az első fél időben, Szívós most a másodikban. Láng is remekel, talán nehezebb így elvétve egy-egy nagy hárítást produkálni, mint annak a kapusnak, akinek lőnek 15-öt egy meccsen és megfog 13-at, akkor ő a hős. Nagyon nehéz kettőből kettőt is megfogni. Kis luftot rúg a 16-oson belül. Szétszakad a pálya, egyre gyakrabban kerülnek helyzetbe a csapatok. Közel sem biztos, hogy az a két gól, amit eddig láttunk, az az összeset jelenti majd. Pintér. Pesti. Mehet tovább, nem volt les. Német. Áttekeri a hosszúra. Megint egy lövés, a Gócs véd. Német azonban hiába kotorja be közelről. Már lesen volt. Ez most jó ítélet.
Agócs végezheti el a szabadrugást. Csalódást keltő karcagi produkció. Kis. Megint tőlő. Kicsivel mellé. Megjött a lövőkedve Kis Attilának. Három gólja van a bajnokságban. Valamennyit összeszerezte. Az elsőben is lőtt, a másodikban is már. Kaput nem találta el. Pádár jön le a pályáról. Martus a helyén. Megtette a magáét a fiatal játékos. Pestinek egy remek gólpaszt osztott ki az első játék részben. Nagyon sokat gürcölt a pályán. Német frissít, nagy meleg van, jól látszik. Agócs hason boxolja Szőkét. Szöglet lesz. Komikus jelenetek. Nem úgy sikerül a szezon vége, ahogy elterveztük. Mi is váltunk. Balogh Csaba jön le. Majlát a helyén. Ő is sokáig sérüléssel bajlódott. Szűk 10 percet kap. Pesti, kis szöglet. Hulló falevél, hol köt ki? Bedobásnál. Német. Martus. Datog a labda. Volt ott minden a tömegbe. A játékosok meg is kérdezték, hogy vajon merre fújja majd kezezés miatt a szabadrugást. Szőke rúghatja el. Kocsis. Ezért jönni fog a lap Kocsis Jánosnak. A legtöbb kártyával rendelkező karcagi a bajnokságban. Ma is beírja magát a jegyzőkönyv sárga raprovatába Kocsis János. Fejben nem voltunk ott a meccsen. Hosszú idő után fogja megverni a Kisújszállás a karcagot. 2012 tavaszán nyert utoljára a Kisújj együttes. Akkor mondjuk Zsinórban 5 meccsen nem tudtuk legyőzni őket. Tegyük hozzá, hogy abból 4 itt Kisújszálláson volt. Azóta 7 találkozón is legalább egy döntetlenre jó volt a karcag, de javarészt mi győztünk. Hosszú böjt tehát, aminek ez a mai nap a végét jelentheti. Martus! Veszélyes volt, és ott van még Pesti! Agócs nagyot véd!
Azért az első védése, amit Martus kísérleténél produkált, az nem az a tipikus kapus megoldás volt, de hát a cél szentesíti az eszközt. Festi löketénél aztán már bravúrral védett Kocsis. Erdei. Nagy labdát kap Németh Tamás. Könnyedén befutja még a vonal előtt. Szőke ér vissza. Bele kell lennie a másik szőkének is. Ezt a kifelé menő labdát sem mi gyejtjük be. Németh. Jagócs véd. Egy kapuzik most a kis újszállás. Nem tudjuk megtartani a labdát. Egymás után jönnek a lövések, a szögletek. Karcagi oldalon pedig csak cserékben bízhatunk, ha bízunk még egyáltalán valamiben. Varga Zoltán helyén Kátót András. Valamennyi mezőnyjátékosunk most már a pályán, aki eljött kisújszállásra a meccsre. Fekete pedig alig ha áll be a kapuba. Pesti félelmetes induló sebességgel bír. Kozák szerelése után jöhet majd a karcagi bedobás. Erdei. Legalább a becsület gól legyen meg, fiúk. Mindkét félidőben egy nagy helyzetet tudunk felmutatni, semmi többet. Kocsis. És igen, ilyeneket. Ehhez fogható passzokat. A meg nem értés tetőfoka. Németh. Most már mindkét csapat a végét várja. Kevesebb mint 5 perc van vissza a rendes játékidőből is. Kettő nullán az eredményjelzőn. De a meccs képe alapján ez ennél bizony egy jóval simább meccs. Legalább cserélni tud a kis új. 18-assal Farkas Dániel lép pályára. Ez lesz a 7. pályára lépése, mint ez a 19 éves helyi nevelésű játékosnak. És Pesti Zoltánt váltja. Ma is megtette a magáét Pesti. Húzó ember mi volt, tehát senki nem kérdőjelezheti meg. Az első fél időben pedig bomba gólt rugott. Jól játszott. Megtapsolhatnák őt a szurkolók. Majlán, nagy bedobás. Mivel bement, ezért dobhatnak a vendégek, mármint a hazaiak. Csak előtte még egy csere. Farkas Zoltán is beáll. Ő a rangidős. 44 esztendős, ő is megízlelheti még a pályáról, hogy milyen érzést legyőzni a karcagot. 16. alkalommal a bajnokságban ott a pályán Farkas.
még mindig aktív. Hudu helyére jött egyébként, most már lassan nem lehet követni a kis új cseréket, hiszen lesz majd még egy, a harmadik farkas, Krisztián is beáll. Minden cserejátékos részese lesz a négy év utáni történelmi diadalnak. Szívós. Komoly pofont osztott ki német Eriknek. Hátra nézett, aztán pedig oda csapott. Azért csoda, hogy erre nem adott lapot a játékvezető. Ne legyünk elfogultak. Ez bizony jócskán megért volna. Egy lehet, hogy még pirosat is. Német Erik pedig ezzel az ütéssel az arcán jöhet le. Gólt szerzett, jól játszott. Lehet, hogy volt benne egy kis extra bizonyítási vágy is azért, amiért Karthagon nem kapta meg azt a sanszot, amire ő vágyott volna a felnőttek közt. Ma betalált, és nagyon jól játszott. Lang. Szőke ér bele. Már a hosszabbításban járunk. Kelemen. A második kis új góllal végleg eldőlt a meccs. És ezt ők is nagyon jól tudják. Kelemen inkább a biztosat. Kocsis. Erdei. Nem lehet elvenni tőleget. Nem tudunk fejelni. Most a lövés. Kátó teresztett el egy jobbost, ez sem találta el a kaput. 4 perc ráadás. Valaki ötnek látta. A lényegen végül is nem változtat. Kis elfejelte, magasra ugrott. Agós pedig elkapkodta. Frusztrált játék. Gyenge foci. Zsinórban a második idegenbeli meccsünkön maradhatunk rugott gól nélkül. Na, fejérek jöhetnek. Farkas. Meglövi. Agócs boxol. Érkezik kis, és túlpattan a feje fölött. Agócs aztán pedig szögletre üti. Hát az lett volna a nagy beszállás, hogyha Farkas Zoltán góllal száll be. Nem lehet senkinek a játékát sem kifogásolni hazai oldalon. Jót tesz a teher a kis újszállásnak. És sorra gyűjtik a skalpokat a nagyok ellen. Kátót, szélvész gyors. Farkas kiengedhette.
kelemen aztán ott a rukszőkének. Ez a fajta végjáték már senkinek nem jó. Keservesen telnek az utolsó másodpercek. Nem sokáig szeretnénk már nézni ezt a fajta szenvedést. Erdei. Szívós. Mindent blokkolnak a hazaiak. A kontrára pedig már nincs idő. 2012 után Kisújszállás újra le tudja győzni szomszédvár ellenfelét a Karcagot bajnoki mérkőzésen. Az égető három pont megszerzése pedig újfent pipa a Kisújszállásnak. Szajol 2-0-ás két vára fektetése után a Porcsalmi Lajos sporttelepen a Karcagot is sikerül elkapni. Így még minden esélyük megvan arra, hogy a következő szezont is majd a megyei első osztályban kezdhessék meg. Hogy a miénkről is essen szó, nem érdemeltünk egy pontot sem a találkozón. Gyengén, frusztráltan játszottunk, talán fejben nem voltunk ott. Agócs bravúrjai híján akár nagyobb arányú vereséget is szenvedhettünk volna. Pesti az első félidőben volt eredményes, Németh Erik a másodikban döntött el végérvényesen a három pont sorsát. Ezzel pedig tovább menekül a Kisújszállás. A Karcagiak ezzel a vereséggel végérvényesen lemondhatnak a bronzéremről. Halmai Mártont hallották innen. A Porcsalmi Lajos sporttelepről Csanádi István operatőr kollégám nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Elsőként a Kisújszállási csapat vezetőedzővel Pintér Lászlóval beszélgetünk. Gratulálok a három ponthoz. 2-0-ás győzelmet aratott a csapata, de a játéképe alapján ez egy tükörsima mérkőzés volt. Hát igen, elsőnek gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Hát igen, a látottak alapján úgy gondolom, hogy még több gólos nyerhetünk volna. Bár én úgy gondolom, hogy azért látszott a találkozón, hogy kinek fontosabb ez a mérkőzés. Úgy gondolom, a kiesés ellen talán nagyobb erőket tudunk mozgósítani, mint a Karcag, már ugye odaérhet talán dobogóra. De én úgy gondolom, hogy ez abszolút látszott, hogy nekünk jobban kell ez a győzelem. Hát minden tiszteletem meg, gratuláltam a csapatért, küzdöttünk, hajtottunk. Hát még ugye nyernünk kell jövő héten még egy mérkőzést ahhoz, hogy bemaradjunk, bár lehet, hogy még az se lesz elég, de bízunk azért benne, hogy sikerülni fog. Hogyha ez a csapat így tud focizni, akkor miért lett ennyire kicentízve? Tudom rá választ, de azért így a nyilvánosság, hogy nem szeretnék erről nyilatkozni. Én úgy gondolom, hogy az összeállítás ott kezdődik, hogy védj egy jó kapust. Ezzel úgy gondolom, mindent elmondtam. Ez sajnos hiányzott. Most a Lánksonyi személyében, mióta újra nálunk véd, ugye erre az utolsó 6 meccsre visszatért közénk. Azóta úgy gondolom, hogy nagyszerűen játszik a csapat, főleg hátul. Ugye megint nem kaptunk gólt, a Szajó ellen se kaptunk, ugye Füreden kaptunk egyet. Igazából úgy gondolom, hogy ez egy stabilitást ad a csapatnak, szóval a Lánksonynak így a tévén keresztül is köszönjük azt, hogy ő védi a kapunkat, és én úgy gondolom, hogy ez a stabilitást látszik a csapaton. Előbb beújjuk a helyzeteket, ezek azért hiányoztak a tavasz és az ősz folyamán is. Az utolsó körben a bajnoki címért harcoló Törökszent Miklóshoz látogat a csapat. Meg lehet a bemaradás? Igen, már az előbb utaltam rá, hogy nem lesz egyszerű, most nekünk is nyerni kell, ha a Kunszent Újszászra játszik, és ott nyer, akkor ők maradnak bent. Bár ugye nem tudjuk, hogy a megye kettőből ki jut fel, ki marad, kit kérnek fel, de nyilván papíron szeretnénk bemaradni. Nem lesz egyszerű találkozó, de én úgy gondolom, hogy az elmúlt heti form, vagy hetek formáiból kiindulva, én úgy gondolom, hogy győzelmi esélyünk vannak ott is. Én úgy gondolom, hogy a megye egyben nincsen kiemelkedő csapat, mindenki meg tud verni mindenkit. Mi úgy fogunk arra menni, hogy nyerni akarunk, ők is nyerni akarnak. Reméljük lesz egy jó meccs, és a jobbik csapat nyerni fog, én úgy gondolom. Köszönjük szépen a mai mérkőzéshez, gratulálunk, és kívánom, hogy összejöjjön a bennmaradás. Köszönjük szépen. Folytatásban Orosz Istvánnal beszélgetünk. Pistiát kívülről úgy tűnt, hogy elég simán kaptunk ma ki, 4 év után először Kisújszállástól. Belülről hogy tűnt? A statisztikával én nem szoktam foglalkozni, de az a baj, hogy belülről is ugyanezt éreztem, hogy nagyon simán.
Én amit úgymond nem tudok megérteni, és nem tudok elfogadni, hogy ilyen fiatal játékosok, akik nálunk játszanak és kapják hétről hétre úgymond a lehetőséget, és olyan akaratgyengén, olyan lélektelenül játszunk, hogy ez számomra érthetetlen dolog. Nem akarok a múlttal, meg nem szeretnék a múlttal példálózni, de régebben ilyen dolgok nem történhettek meg, hogy 20 perc vagy 30 perc után egy 20 éves tényleg játékosunk ne bírja tovább. Sajnos elfogytunk, azt kell mondanom, az utolsó 3-4 meccsre elfogytunk. Én is hibás vagyok ebben, mert én már az utolsó 3-4 meccsben azt kértem a fiúktól, hogy próbáljunk felszabadultan játszani. Azért amit terveztünk, vagy amit nem is terveztünk, mert ez még szerintem úgymond az álmaimban is se nagyon szerepelt, hogy az elsőt vagy az első hatba legyünk, és én titkon az első 10-be bíztam, lett volna lehetőségünk még a dobogóra is felférni, és én már az utolsó 3 mérkőzésre azt kértem a fiúktól, hogy tényleg felszabadultan élvezzük a játékot, csak az a baj, hogy ezt valahogy sok ember másképp fogja föl. A felszabadultság, meg hogy élvezzük a játékot, az ne menjen át szórakozásba, és ne menjen át olyan dolgokba, hogy ne akarjuk a mérkőzést, meg ne tegyünk érte. Sajnos mentalitásba és fejbe nagyon-nagyon gyengék vagyunk, nagyon botrányosan viselkedünk, és hiába edzegetünk, ha a mérkőzésen nem tesszük oda magunkat, átmentünk abba a játékba az utolsó pár mérkőzésbe, hogy ívelgetjük a labdákat. Ez azért ívelgetjük a labdákat, mert nincs mozgás, nincs, akinek meg tudjuk játszani. Még egy választása sincs a labdásnak, nemhogy 2-3. Úgyhogy én nagyon el vagyok szomorodva. Ez még egyszer mondom, hogy szerintem az én hibám is, mert én egy kicsit kiengedtem a gyeplőt. Egy kicsit úgy éreztem, hogy nem mindig ez a kötöttség, nem mindig nyomni őket, de sajnos az a baj, hogy mindig szorítani kell még jobban, mert ezekben a fiatalok sajnos fogni kell. Bukowski Danit már az első fél időben le kellett cserélni. Megsérült, mi újság vele? Hát sajnos a sérülések is utolértek minket. Kevesen vagyunk, kis létszámmal dolgozunk, próbáljuk az ifistákat is minél többet szerepeltetni. Sajnos amit már az elmúlt 4-5 mérkőzésben sose tud, mindig nélkülöznöm kell, vagy eltiltás, vagy sérülés miatt legalább 3 vagy 4 meghatározó játékosunkat. Most is sajnos Kupai Krisztián megsérült csütörtökön, úgymond a ifi mérkőzésen, egy ártalmatlan szituációba rásérült, vagy megsérült a úgymond a műtött térde. Most Bukowski Dani az elején sajnos neki is valószínű, hogy a térdével van ütközött Lángsanyival, és ő is a térde, szerintem oldal szalagja, vagy meghúzódhatott. Szerintem már jövő héten ő se tudok rá számítani. Kocsis Jani megint kisárgult, ezt kértem, hogy tényleg, hogy figyeljünk oda, nekem volt 4 sárgám a Kocsis Janinak. Sajnos őt is nélkülözni kell jövő hétre, megint nem kell törni a fejemet, mert megint leszünk pont 11-en, hogy ki tudjunk állni a mérkőzésre. Én azt mondom, hogy ebben a szempontból szerencsések vagyunk, hogy most jöttek ezek a sérülések, most jöttek ezek a dolgok, amikor már a bajnokság végén vagyunk, mert ha belekerülünk a bajnokság elejébe egy ilyen hullámvölgybe, vagy egy ilyen sorozatba, akkor nagyon-nagyon nehéz dolgunk lett volna. Még azt kell mondanom, hogy még lehet, hogy így úgy jártunk volna, mint a kisújszállás, de hál' Istennek ezért nem kell izgulni. Én most is úgymond a teljesítményünk, a megszerzett ponttal maximálisan elégedett vagyok, de a játék az nagyon sokat kell fejlődnünk, sokat kell gyakorolnunk, mert csak így tudunk előrelépni. Nem tudunk fejelni, most a lövés! Köszönjük szépen! Bádár, a legutóbbi fordulóban korán le kellett cserélni. Nem kell hosszabb időt kihagynia, jó a cseh Kocsis mellett. Most a beadás, az sem rossz, jön a Gócs, és elpaskolja. Tavaly az a csodás föltámadás, amelyet
tavasszal produkáltak, 7 győzelem, 5 döntetlen és 2 vereség állt a csapat neve mellett, 10 pontról 36-ra jöttek föl, akkor a kis újjak. Lajtos László azt mondta akkor, hogy bizony Pintér László játékos edzői ténykedésének van ebben nagy szerepe, illetve annak, hogy volt télen egy remek igazolásuk Kelemen Lajos személyében, akit a karcagi szurkolók is ismeretnek, hiszen karcagi játékos, karcagi nevelés. Pesti. Kis. Az már akár lövés is lehet, megsújtja a kapu fölé. Toros volt az összecsapás Karcagon is az ősszel. 3-2-re győztünk. Oda kell tehát figyelni. Remek csel. Németlő. Agúcs másodjára. Megint egy lövő helyzet, megint egy nagy lövés és egy hatalmas védés Agócstól. Német Tamás bombája után. Lövőked van, önbizalom van. Az eddig eltelt szűk negyed óra alapján megkérdezhetnénk, hogy miért áll kieső helyen ez a kis újszállás, ha így tudnak futballozni. Nagyon érdekes eredmények jönnek Kisújnak, olyan meccseket veszítenek el, amit elvileg nyerni kéne, de képesek hatalmas kalpokra. Itt például Turkevét 4-1-re győzték le, tehát ahogy mondtam, Szajol és Tiszafüred is megfricskázásra került. Mégis csak 22 pontjuk van. Most kanyarodik a szöglet, jön a Gócs. Mozgalmas meccse lesz, hogyha így haladnak az események. Eddig jól állja a sarat, megint jönnie kell, és testel Kelemen elől. Kis újszállás kezdett, igencsak jól, a Gócsnak több ízben is védenie kellett, nem egyszer bravúrral. Így 0-0, Kelemen. Nem rossz, megrezdül a háló, de csak fölülről. Ez sem sokkal került el a karcagi kaput. Nekünk nem volt még helyzetünk. Egyelőre tétlenkedünk. Szőke. Erdei. Még mindig ő, és aztán Szőke áll meg. Oda így a helyzet. Tavaly Nagy Roland talált be. A 30. fordulóban itt Kisújszálláson az volt a csapatunk 100. gólja a szezonban. Meg is álltunk aztán ennyinél. Hát ez a bajnokság nem ilyen termékeny. 58 gólunk van. De ez talán nem csoda. A gólzsákok eligazolása miatt. Kis Attila! Pesti! Nagy zicser! Hova lövi? Nagyon nagy szansz. A legnagyobb eddigi kidolgozott helyzet. Ez nem átlövés. Ez most már ajtóablak. Német! Németből 3 is van a pályán. Oda kell figyeljünk rájuk. Orosz. Ha meg őt is ide veszük, akkor komplett nemzetek találkozója. Kupai. Erdei. Most a lövés nem is rossz. Lángvéd nagyot. Kapaszkodnia kellett a kapusnak. Nem egy kifejezetten magas hálóörről van szó, lehet meg is ütötte magát picit a kapufába. Óriási tornászott azonban, hogy ki tudja ütni a bal felső elől. Remek kísérlet volt, hamar már. Szőke nem tud fejelni, így pedig kirúgás lesz. Hát megvolt a lehetőség ott a tömegben. Német fejeli el ezeket a kipattanókat azonban rendre. A fehérmezesek gyűjtik össze. Kovács. Ballal nem fog lőni. Német.
Még egyel tovább, Pádán Andor, lehet finom átadás, Pesti, megvan a gól! 1-0-ra vezet a kisújszállás a mérkőzés 38. percében. Német, Pesti. Németet kis hián megelőzik. Orosz vágja vissza mezőnybe, és aztán megint ő, megint a fehérekhez. Kocsis, vicces jelenet, elnézést kell kérjen a Gócstól. Ez kicsit bentebb megy, bizony bődületes öngól. Kis újszállási szabadrugás lesz, Kis Attila nem akarja észrevenni Német Eriket, aki beállásra kész. Pedig már Kormos Barnabás is jóvá hagyta a sípcsontvédőt rajta. Ezzel bünteti most a fiatal játékost. Pesti. Át a hosszúra, Kovács előtt nagy helyzet. Tavasszal egyetlen kiesési rangadóját sem nyerte meg a kisújszállás. Kunhegyessel itt 0-0-át játszottak. Jászfényszaron szintén döntetleneztek, Kunszentmártonban pedig kikaptak 3-2-re. Igaz, ősszel 3-ból 2-t megnyertek. Varga és Pintér nyargalnak a labda után. Varga aztán meglövi, nem akarta dajkálgatni. Érezte ő is, hogy az a sprint lehet, hogy elveszi már azt az erőt, hogy begyalogoljon vele. Legalább följegyezhetünk egy újabb karcagi helyzetet. Pesti. A jobb hátvéd helyén már nagyon gól közelben. Orosz és Német harca. Német most lőhet. 2-0-ra vezet kisújszállás. És az a Német Erik a gólszerző, aki ősszel még Karcagon játszott. Pesti. Kis, megcsinál egy cselt, most a lövés, elakad a Gócsban. Két esetben nem tudott mit tenni a Gócz Zoltán, de egyébként magasan csapatunk legjobbja. A gyenge napot fog ki, a könnyen akár 4-5 gól is lehetne közte. Szívós, láng is véd. Végre mi is megdolgoztatjuk a portást. Megint egy lövés, a Gócs véd. Német azonban hiába kotorja be közelről. Már le sem volt. Ez most jó ítélet. A Gócs végezheti el a szabadrugást. Csalódást keltő karcagi produkció. Kis. Megint tőlő. Kicsivel mellé. Német frissít. Nagy meleg van. Jól látszik. Agócs hason boxolja Szőkét. Szöglet lesz. Martus. Veszélyes volt, és ott van még Pesti. Agócs nagyot véd. Erdei. Nem tudunk fejelni. Most a lövés. Kátó teresztett el egy jobbost. Ez sem találta el a kaput. Na, fejérek jöhetnek.
Farkas! Meglövi! Agócs boxol, érkezik is, és túlpattan a feje fölött. Agócs aztán pedig szögletre üti.